Tehát 2013. december 8-án a Krisztina Hotelben jöttünk össze a hitel közvetítők találkozójára. Póka Lacitól kérdezem, hogy milyen célból jöttünk itt össze, mi volt végül is ennek az összejövetelnek a célja? Igen, ezt az összejövetelt korábban meghirdettem, abból az okból, hogy ugye nyilván a bankok átverték az ügyfeleket, nem csak a szerződéssel, hanem maga a szerződés kommunikációjával is. És ugye erre leginkább a hitelközvetítők tudnak bizonyítékul szolgálni. Abban, hogy elmondtuk-e az ügyfeleknek, vagy elmondták-e az ügyfeleknek, hogy bármeddig emelkedhet az árfolyam, értelmeztük-e egyáltalán velük a szerződést, vagy az ügyintézők értelmezték-e a szerződést. Ugye nagyon sok hitelközvetítő ott volt, amikor a bankban a szerződés köttetett, illetve ide vártunk hitelügyintézőket is. Erre a találkozóra. Azt szerettük volna még megmutatni, hogy beszéltek-e arról, hogy a kamat mihez van kötve. Szerettük volna azt megmutatni, hogy bizony nagyon sok ügyfél bár forint hitelt akart volna, hiszen mi mást akart volna, hiszen forintra volt szüksége, de forint hitelt nem kaphatott. És volt számtalan olyan eset, akinek a viszonylag jó forint hitelét, akár a támogatott forint hitelét devizahitelre váltották, olyan ígéretekkel, hogy akkor kap egy kicsit több pénzt, egy szabad felhasználásra kiváltja a hitelét, és még hozzájut pénzhez, hogy hány és hány olyan ügyfél volt, aki gyakorlatilag a lakását korszerűsítette, de nem korszerűsítési hitelbe vette fel, hanem szabad felhasználású hitelbe. Tehát ezekre kerestük a válaszokat. Illetve szerettük volna azt bizonyítani, hogy bizony itt maga a csalás, mint bűncselekmény megtörtént a bankokkal. Elég kevesen jöttünk össze, én úgy láttam. Mi lehet ennek az oka? Hát kettős oka van mindenképpen ennek a dolognak. Egyrészt biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan félnek megmutatni az arcukat. Jól látjuk, hogy onnantól kezdve, hogy beálltam ebbe a harcba, és kiderült, hogy ezzel én foglalkoztam, rendesen szétszedett a média. Olyan nagyon nem csodálkozom, hogy mások ezt nem szívesen vállalják fel ezt a dolgot. Persze az is igaz, hogy gyáva népnek nincs hazája, tehát sokkal több olyan ember kellene, aki kiáll és elmondja, hogy mi történt és hogy történt. Ez az egyik. Jó páran lemondták, hogy épp ez az időpont nem felelt meg, de még fogunk velük találkozni. Illetve azért mindenképpen én a devizaadósok felelősségét is említeném ebben a dologban. Ugye több alkalommal kértem, hogy mindenki küldjön ingatlanirodáknak, hitelirodáknak, ügyintézőknek e-mailben megkeresést, hogy lesz ez a rendezvény, és jöjjenek el, és mutassák azt be, hogy mi történt, amit az előbb elmondtam. Hát viszonylag kevés e-mail ment ki. Tehát az a saját felelősségem a sorsom iránt, én azt gondolom, hogy kicsit hiányzik most az emberekből, hiányzik magukból, a károsultakból is. Mindig azt mondtam, hogy nem mindig mástól várjuk el a felelősséget. Amikor volt az ingatlan közvetítő irodám is, akkor is én azt mondtam a kollégáknak, hogy legyen neki felelőssége azért, hogy működjön a cég, mert ha a cég működik, akkor neki is jól megy. Én ott többször hangoztattam, hogy ha teljesen egyedül csinálom, akkor is körülbelül ugyanannyit tudok keresni, mint hogyha egy céget vezetek, és még adok 5-6-8-10 embernek munkát, és ők is sok pénzt tudnak keresni. És ugyanez lesz igaz szerintem a választásokon is. Teljesen mindegy az, hogy ki kerül be a parlamentbe, ha a mögötte lévő emberek nem aktívak. Ha nem mutatják azt meg másoknak, hogy van más lehetőség is, mint ami a médiából folyik, akkor nem fogunk előre jutni, nem fognak tudni azokról az erőkről, akiknek most nincs anyagi lehetőségük megmutatni magukat, és mégis valami jót akarnak az országba. Ez semmiképpen másképp nem működhet, mintha szóbeszéddé válik, hogy kik indulnak a választásokon, és nem csak magunkra gondolok, hanem az összes olyan parlamenten kívüli szerveződésre, aki be akar menni, és valami igazán jó dolgot szeretne csinálni. Ha ezt az emberek nem viszik szanaszét a baráti körükben, az ismerősökön, és nem bombáznak mindenkit ilyen megkeresésekkel, akkor nem lesz lehetőségünk valami nagyot csinálni. És ugyanígy alakult ki ez a mostani is. Talán 5-6 ember aktivizálta magát és küldött szanaszét ilyen e-maileket hitelközvetítőknek, ügyintézőknek vagy ingatlan közvetítőknek, és a többiek azon kívül, hogy a Facebookon mondjuk komment nélkül megosztották, ami valljuk be nem sokat ér, nem sok mindent tettek. És itt szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy ha a Facebookon megoszt valamit, írja már oda, hogy ő azt miért osztotta meg, miért tartja jónak, kinek ajánlja és miről szól a történet. Én magam például meg sem nézek olyanokat, ahol nincs odaírva, hogy miért pont nekem akarják, vagy miért tartja jónak az ember.
Úgyhogy mindenképpen azt javaslom mindenkinek, hogy aktivitás, felelősségvállalás, és tenni azért, hogy jobb legyen a jövőnk. Igen, említetted ezt, hogy ennek lesz valami folytatása. Hogyan gondolod, hogyan tervezed a továbbiakat? Ugyanúgy, ahogy eddig csináltuk, harcosan és példamutatással előjárva, egy kicsit tele van a hócipőm a megalkuvókkal, azokkal, akik úgy gondolják, hogy majd 16-án minden megoldódik, meg a kormány a választásokra biztos, hogy megoldja. Én ezekben túlságosan nem hiszek. Ugyanis bármi is történik 16-án, az, mivel bírósági ügyről van szó, akiknek nincs pénze perelni, márpedig az emberek nagy részének nincs pénze perelni, azok ezután sem fogják tudni beperelni a bankjukat, főleg, hogy ugye 25-én pedig a kúria az illetékkel kapcsolatban egy nekünk nagyon kedvezőtlen állásfoglalást adott ki, tehát innentől kezdve nagyon nehéz lesz a történet, mindenképpen a nyomásgyakorlásban hiszek. Nyomásgyakorlás pedig csak úgy megy, hogyha kőkemény ellenállás és harcot hirdetünk, és ilyen akciókat fogunk csinálni ezután is, hétfőn Szigetszentmiklóson, aztán kedden szavalunk egy nagyot, és készülünk az évelei nyitásra, amikor januárban banki reklámokat, hitelreklámokat fogunk eljátszani a bankokban, az is nagyon ütős lesz. De hát ott van még a 16. kúriai rendezvény is, ami szintén egy nagyon komolynak ígérkező történet. Igen, hogyha már megemlítetted a 16-át, számítasz-e valamilyen döntése, hogy történik-e esetleg valamilyen döntéshozatal, vagy esetleg elnapolják? Mi a véleményed erről? Hát én azt gondolom, hogy ennyi kérdést jól megválaszolni ilyen rövid idő alatt szinte lehetetlen. Azon kívül látszik a kérdésekből, hogy túl általánosak. Ha bárhogy is dönt a kúria, én azt gondolom, hogy jogsértést fog elkövetni. Tehát akár állást foglal a mi oldalunkon, akár a másik oldalon. Ennyire általánosan megmondani, hogy az összes szerződés, deviza vagy forint, az összes esetben milyen tájékoztatási kötelezettsége volt a bankunknak, szerintem jól nem működik. Ha nekünk pozitívan fog dönteni, ettől függetlenül örülni fogunk neki, hiszen nagyon nem érdekel a jogsértés, ha az, ami érdekünkben történik, mert hogy a bankok meg ellenünk követtek el olyan jogsértéseket, amiket valószínűleg soha nem fogunk tudni érvényesíteni, de a legvalószínűbbnek azt tartom, hogy el fogják ezt napolni, és további kérdéseket fognak még esetleg feltenni, vagy újabb állásfoglalásokra, bizonyítékokra fognak várni. Jó, köszönöm szépen az interjút. Köszönöm.